Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, kezdődik Családőrzők című sorozatunk. A mai részben egy nagyon-nagyon nehéz témát választottunk, de olyan témáról lesz szó, ami sajnos jelen van életünkben, hogy tulajdonképpen honnan ered és mi táplálja, ezt majd szakértőinktől tudjuk meg, akiket nagy szeretettel mutatok be helyszínünkön, amely most is, mint mindig, a Fekvő Katona Söröző és Kávézó, csak ezúttal nem a terasz, hanem magában az épületben vagyunk, ami legalább olyan kellemes és hangulatos. Nos, akkor azt mondtam, hogy szakértőjünk, sok szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány vezetőjét, szakmai vezetőjét, illetve azért vannak még érdekes titulusaid, majd egyszer erről is beszélünk. Egészségfejlesztő és rekreológus, köszönöm, hogy ma is itt vagy. Szervusz Csilla, és sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Hogy a hölgyekkel folytassam, itt van velünk Pap Csilla ebben a műsorban is, személytervezési szaktanácsadó és mediátor. Szeretettel köszöntök mindenkit. És Tornyai Gábor atya, aki hát nem csak mint atya, hanem mint mentálhigiéniás szakember is részt vesz a műsorban, és nagyon sokat segíti a családok működését. Sok jó tanáccsal próbálunk szolgálni, de természetesen elsősorban az a feladata ennek a műsornak, hogy felhívja a figyelmet néhány problémára, és a problémának adható megoldásaira, mert hogy bizony vannak megoldások, még a féltékenység esetében is. Nos, ez a téma, és én azt hiszem, hogy vágjunk is bele úgy az elején, tudjátok, én szeretem mindjárt azzal kezdeni, hogy határozzuk meg, hogy hol kezdődik a féltékenység, és mi az, amit féltékenységnek nevezhetünk. Húha, elég nagy a merítés. Féltékenység lehet testvérféltékenység, lehet szerelemféltés, lehet szakmai féltékenység. Gyakorlatilag mindenféleképpen egy olyan érzés, amelyik az egészséges szintnél jobban bántja azt, aki ezt megéli. Hogyha ez a környezetére is negatív hatással van, már pedig általában negatív hatással van, akkor mindenféleképpen kezelni kell és foglalkozni kell vele. Én elsősorban egyébként a házastársak közötti féltékenységgel kezdeném, és itt szerintem lehet, hogy más a meghatározás. Én inkább úgy közelíteném meg, vagy legalábbis a magam számára úgy szoktam megfogalmazni a féltékenységet, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy a saját magam elvesztésétől félek, és ezért inkább az van benne, hogy nem engedem, hogy a másik elveszen számomra, mert hogy ő adja nekem a biztonságot, vagy az, hogy valakihez tartozom, adja azt a fajta biztonságot, és mondjuk egy ilyen kapcsolati féltékenységben számomra leginkább az jelenik meg, hogy attól félek, hogyha ő eltűnik, vagy elmegy, akkor én önmagamban maradok és elveszek. És akkor ennek sokféle megnyilvánulása van, amit így azért Zsuzsa is mondott, hogy vagy az, ugye mivel támadást élek meg, vagy önmagamat próbálom védeni, vagy átmegyek agresszióba, és akkor kijön az indulat és a harag, és akkor dühöngök, csapkodok, és mindenféle nyomozok a másik után, vagy a másik irány, amikor befelé fordulok, és akkor elkezdek depressziós lenni, szomorú lenni, és akkor nekem világfájdalmam is nagyon nehéz, de hogy alapvetően a középpontban a saját magam elvesztésétől, vagy elveszésétől való félelem van. Legalábbis én így szoktam megközelíteni a ez egy nagyon érdekes meghatározás volt. Egyébként az is érdekes lehet, hogy hol lehet a határ mondjuk féltés és féltékenység, vagy mondjuk féltékenység és irigység között. Hát van határ, bőven van határ, ugyanis az irigység az gyermekkorból ered. Amikor mondjuk a testvérem megkapott valamit, én nem kaptam meg, vagy az óvodában az óvonéni jobban szerette Pistikét, mint engem, ez is egyfajta irigység, ami féltékenységgel vegyülhet. De ugye azt mondtad, hogy házastársi féltékenységről beszéljünk, ugye, hogy miért féltem a másikat, hogy magamat mennyire és mire tartom. Vajon nem tartom magam elég jónak a másikhoz, ezért attól félek, hogy én gyengébb vagyok, kevesebb vagyok, csúnyább, kevésbé okos, akkor majd talál egy okosabbat, szebbet, jobbat, és elhagy engem, mert általában ugye egy harmadikra szoktunk féltékenyek lenni, és amit Gábor mondott, az is egy nagyon jó megközelítés, hogy mi történik akkor, ha engem elhagynak egy harmadikért. Tulajdonképpen azt féltem, aki elhagy, vagy magamat féltem, hogy velem mi lesz. Mert ugye az is egy gyász folyamat kezdete, ha elveszítem az általam szeretetnek vélt személyt. Igen, nekem azt jutott eszembe, hogy ebben a helyzetben mindig az önértékelési zavar lesz mindig a vezető tünet. Tehát, hogy én voltam kevés. Én nem tudtam teljesíteni egyfajta elvárást, hogy ez egy külső vagy egy belső elvárás, ez egy másik kérdés. Aztán, hogy erre hogyan fogok reagálni, az megint ugye szocializációs folyamatoknak a kérdése.
hogy hol van a határ és hol van a mérték. Természetesen, ha valaki okkal féltékenykedik, bocsánat, akkor azt gondolom, hogy az egy emberi érzés, egy emberi tulajdonság, amit adott esetben meg lehet érteni, el lehet fogadni, kell vele foglalkozni, fel kell dolgozni, mint élményt, és aztán tovább kell lépni A vagy B vagy C verzióban. Hogyha ok nélkül féltékenykedem, mert elképzelem azt, hogy engem becsapnak, kihasználnak, bármit tesznek, akkor az megint egy teljesen más helyzet. Vagy egy más életérzés és egy más élethelyzet, és teljesen másképp kell megközelíteni is. Ugye? És akkor itt jön a bizonytalanság. Valóban megtörtént az, hogy van okom a féltékenységre? Vagy a belső bizonytalanságom kivetülése fogja ezt hozni? Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult és egy nagyon-nagyon összetett probléma, és én azt gondolom, hogy nincs is nagyon két-egyforma helyzet. A kialakulása lehet még érdekes, hiszen ismerek olyan házaspárokat, ahol szóval nem jöhet a féltékenység, mert nem olyan típusok, ha egyáltalán lehet ezt tipizálni. Van, ahol pedig semmi nem történik, első párztól kezdve folyamatosan ott van, ahogy mondani szok. Az a bizonyos zöld szörny. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az, amit szintén az előbb Zsuzsi mondott, hogy ha én önmagammal rendben vagyok, ha én bennem van egy egészséges önértékelés, és önbizalmam van magamban, nem tudom, ilyen jobban kifejezni, akkor onnantól kezdve van egy bizalmam a másik felé. De szerintem ezt megint a fejlődés lélektanhoz kapcsolhatnánk, hogyha akinek gyerekkorban kialakult egy ilyen biztonságérzete, önmagába vett biztonságérzete, és gyakorlatilag ez nem rendül meg, onnantól kezdve ő benne marad az ősbizalom a másik felé. Egészen addig, amíg nem találkozik mondjuk olyan helyzettel, amikor ez az ősbizalom megtörik. Mint ahogy minden kapcsolatunkban, azt hiszem, ott van ez az őszinteség bizalom játék, hogy én elhiszem, hogy amit te mutatsz nekem, hogy bízok benned, mert elhiszem, hogy amit te mutatsz nekem, ahogy te beszélsz, ahogy te ott jelen vagy számomra, az igaz. És abban a pillanatban, amikor ez megtörik, ugye a hazugságnak ez a szörnyűsége, onnantól kezdve merülhet föl bennem a kérdés, hogy vajon őszinte igaz-e az, amit te mutatsz. És innentől kezdve azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezt többször megélik, többször kell csalódniuk, nehezebben fognak eljutni odáig, hogy elhiggyék, hogy igaz az, amit a másik mond, mutat, ahogy viselkedik. Valószínűnek tartom, hogy ott nagyobb az esély arra, hogy féltékeny lesz arra, mert hogy fél attól, hogy és akkor mi van, ha megint becsapnak, és mi lesz akkor, hogyha megint nem lesz igaz, és nem vagyok elég, és nem vagyok elég jó. Még hogyha ezek a fajta csalódások nem érnek, akkor azt gondolom, hogy stabilabb tudok maradni saját magamban, és meg a másikba vetett bizalmamban, és így élhetőbb lesz az életem. De ezek mintázatok, tehát ezek példákon keresztül is belénk égnek, mert ugye vannak olyan hölgyek, akik például hozzám járnak, nagyon sokan elmondják, hogy nem kellenek eléggé, engem mindenki elhagy, én mindig csalódok. Ugyanezt el tudom mondani férfiakról is, de nem olyan nagy számban. Azt látom, hogy a nőknél ez egy attitűd, tehát ez hozott attitűd. És ha mondjuk egy nő az édesanyjától nem azt tanulta el, és nem azt szívta az anyateljel magába, hogy én fontos vagyok, én szerethető vagyok, én kellek, én hihetek magamban, illetve hiszek magamban, akkor neki nem lesz stabilitása, nem lesz önbizalma, nem lesz meg a magabiztosság, és eleve nem azt tükrözi magáról. És én nem azt tükrözöm, nem azt mutatom magamról, vagy nincs bennem eleve alapattitűdként ez a fajta magabiztosság, önbizalom, magamba vetett hit és az önismeret, mert ugye ehhez is kell ismerni magunkat, akkor kifelé annak a párnak, aki majd jön felém, nem azt tükrözöm, hogy igen, én fontos vagyok és szerethető vagyok, hanem ments meg kvázi. És már nem hiteles az egész kapcsolatban ez a valaki, azért és jó. Már gyengítő. Azért jó, amit mondtok, mert inkább azzal találkozik az ember, hogyha valaki féltékeny, akkor nem magán kezd el gondolkozni, nem fogalmazza meg, hogy önmagában nem bízik, hanem a másikat, nyilván a másikat hibáztatja, sőt, még a harmadik az, aki ugye mondjuk beleszólt a házasságba, és nem jut eszébe az, hogy esetleg önmagában nézzen. Igen, ez a másik nagy probléma, hogy általában kívül keressük. Tehát nem magunkba keressük, nem azt mondom, hogy egyszer rosszul döntöttem, kétszer, háromszor, vajon mi van nálam beakadva, vajon én mit rontottam el, hanem mert ő ilyen volt, ő meg ilyen, na és ő is olyan, és nem igaz, hogy én nem találok egy jót, de nagyon sok jó van, csak bennem nincs meg az a fajta mély önismeret, az a tudás, az a zsigeri ösztön, hogy jól válasszak. Mert valamikor nem
adatot meg, nem égett belém, nem tanították meg, nem volt rá mintám, vagy egyszerűen a szüleim házassága borzasztó volt. És már eleve gyerekként azt tanultam meg, hogy a férfiakba vagy a nőkbe nem lehet bízni, attól függ, hogy melyik szülő volt az, aki kilengett. Tehát ezek mind nagyon mélyről jövő dolgok, és abszolút gyerekkorból ered. Gábor, hogyha félmosolyából érdekes gondolatok jutnak eszembe. Nem, csak azt jutott eszembe ez a fölvállalni önmagamat, önmagam előtt téma, és úgy így most így a papi sapkámat így fölvettem, és ez jutott eszembe, hogy a legklasszikusabb bibliai történetünk is erről szó, hogy a bűnbeesés történetében is ez jelenik meg, hogy ott ugye esznek a gyümölcsről Ádám is, vagy esznek a fáról Ádám is Éva, és akkor, amikor Ádám elrejtőzik, mert nem akar az Istennel találkozni, akkor, és az Isten megkérdezi tőle, hogy Ádám ettől a fáról, amiről nem lehet volna szabad, hogy egyél, akkor rögtön beindul a mutogatás. Tehát, hogy Ádám is imán kiléphetett volna, és azt mondhatta volna, hogy hát Uram, hibáztam, ne haragudj, tényleg mondtad, hogy ne egyek, de és mégis. És ehelyett jön az, hogy ugye az asszony a hibás, akit te adtál mellém, hogy szoktam ilyenkor a hölgyeknek mondani, hogy szerintem Ádám sokkal durvább dolgokat mondott Istennek, csak mi férfiak nem akarjuk elismerni, mert ugye Ádám Istent hibáztatja, mert nem azt mondja, hogy az asszony a hibás, hanem akit te adtál mellém, miért adtál mellém ilyen asszonyt, aki engem itt ilyen helyzetbe hoz. És ugye az asszony pedig, a Éva pedig ugye a kígyóra mutogat, tehát hogy senki nem mondja azt, hogy bocsi, én hibáztam, vagy mesztelen vagyok, és el kell, hogy ismerjem, hogy ez a fükefa levél, ez igazából semmit nem jelent. Csak ez a bármiféle változást el akarok indítani magamba, például adott esetben mondjuk a féltékenységgel való küzdelmet, vagy a magának a féltékenység gyökerének a felismerését, akkor elsősorban magammal kell foglalkoznom. Csak igazából így akarom ezt kiegészíteni, vagy hozzátenni ahhoz, amit mondtatok, hogy van-e bátorságom ahhoz, hogy saját magamra is ránézek, vagy pedig elkezdem nézni, hogy a másik mit csinál rosszul, és aztán elkezdem mondani, hogy ő miért ilyen, miért olyan, és a kérdés az, hogy ezzel az egység felé haladunk-e, és megtaláljuk az együttfejlődésnek az útját, hogy akkor újra egymásra találjunk, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy mi az, amiért nem működik valami, vagy miért van rossz érzésem, mert az is lehet, hogy csak bennem van egy rossz érzés, csak megmerem-e, vagy meg tudom-e magam számára fogalmazni, mert szerintem ez a legnehezebb, hogy önmagammal merjek őszinte lenni. Tehát, hogy meg tudom magam számára fogalmazni, és onnantól kezdve el tudom-e mondani a másiknak úgy, hogy ezzel ne bántani akarjam, hanem hogy segítséget kérjek, vagy vajon ő is látja, vagy érzi-e, és utána akarunk együtt dolgozni. Szóval szerintem ez egy sok-sok ilyen dolog. Mert amíg ez nem mondódik ki, amíg ez önmagam előtt nem vállódik föl, addig megy a nyuszik a medve fűnyíró, tehát hogy biztos, hogy azért csinálja, hogy. És közben ő nem is tudja, hogy tulajdonképpen benne mi zajlik. Egy kicsit már a megoldásokról beszélünk, de azért a fejemben ott van az a kérdés. Teszem azt, a házastárs biztos önmagában, ő úgy tudja, hogy jól választott, és tudja, hogy ő értékes, és értékes is kell legyen a párjára. Biztos lehet abban, hogy soha nem lesz oka féltékenynek lenni? Persze. Önmagába kell bíznia. No. Én vitatkoznék. Olyan nyitott a világ, és annyi hatás éri a házastársakat is. Komolyra fordítva a szót természetesen. Ebben a világban egy dolog az állandóság, az a változás, ugye, mint ezt tanultuk meg, és tanuljuk folyamatosan. De megint vissza kell térni oda, hogy önértékelés. Tehát biztos lehetek én abban, hogy aki engem feleségül vett, ő holtodiglan, és soha többet senki, és teljesen mindegy, hogy ez hogy néz ki. Az is egy izgalmas kérdés, hogy mikortól beszélhetünk megcsalásról a féltékenység kapcsán. A nem tudom én, bizonyos újságot lapozgat az a férfi ember, vagy a hölgy, nem tudom én, olyan helyekre megy, vagy érted, vagy effektív történik valakivel találkozója, vagy csak csetelünk, és csak barátkozunk, vagy tehát millió változat van. Az alap, az én azt gondolom az, hogyha biztonságban érzi magát mindenki abba a kapcsolatban, az csak akkor lehetséges, hogyha ő önmagában biztonságban van, és önazonos önmagával. Mert ha én elkezdtem játszani egy szerepet, hogy jaj, drága nyuszikám, te vagy a világ közepe, és én mostantól csak érted élek. Na, de amikor elfáradtam, ha hagyjál már, hadd vegyek egy új cipőt. Tehát, hogy szóval, hogy ha én önazonos vagyok, ha én pontosan tudom, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és az igényeimet meg tudom fogalmazni, ezeket jól tudom definiálni, oda tudok figyelni a másikra, oda tudok fordulni a másikhoz, hogy neki mik az igényei, ő hogyan érzi jól magát a világba. Ha le tudjuk kommunikálni az esetleges félreértéseket, vagy a különleges dolgainkat, akkor rend van. Akkor nem kell félnem.
Mellesleg én azt gondolom, hogy bármennyi kísértés lehet, bármi lehet az égvilágon, ha ott jól érzi magát abban a helyzetben egy nő és egy férfi, akik házasságot kötöttek, vagy tartós kapcsolatban élnek, és ők úgy döntöttek, hogy egymás mellé leteszik a voksukat, akkor az nem fog félre nézegetni, mert minek? Fárasztó, rizikós, előbb-utóbb lebukás veszélye van, előbb-utóbb megbántom, akit szeretek, stb. Tehát az ember végig gondolja, ha felnőttként éli az életét. De ha egy dacos kamasz gyerek maradt, akárhány évesen is, akár a hölgy, akár az úr, hát akkor ő bizony-bizony mindent ki fog próbálni. Egyébként így a megcsalásról, amit itt bedzegettél, annyit csak, hogy általában nem azért csalnak meg embereket, mert nem jó az ágyban, vagy kevés, hanem azért, mert nem kapja meg azt a figyelmet, azt a törődést, azt az oda-vissza gondoskodás, szeretetáramoltatás, stb., amitől teljesnek érzi az életét azzal a valakivel. És amikor valaki folyamatosan úton van és keres, mert keresgél, ismerünk számtalan ilyen kapcsolatot, embertényezőt, stb., akkor ő azért keresgél, és azért van állandóan úton, mert nem találta meg azt, amit keres. Na most itt egy fontos dolog, megállni és megkérdezni, te mit is keresel? Mert van, amikor én rákérdezek erre, és nem tudják összefoglalni, hogy mit keres, csak azt, hogy miért nem, és kit nem. De hogy miért keresel, és mit keresel tartalmilag egy kapcsolatban, mik a te elvárásaid, mik azok a kielégülési feltételek, amelyeknek meg kell valósulni, azt nagyon sokszor nem tudják megfogalmazni. És amíg ez nincs meg, amíg én nem tudom, hogy kit keresek, mit keresek, milyen tartalmú kapcsolatot, milyen típusú embert, nőt, férfit, addig nem tud működni. Ő maga nem tud működni. Biztos hallottatok már olyanról is, hogy azt mondták, hogy nem árt, hogyha egy kicsit féltékeny. Ebben van valami igazság? Hogy időnként jót tesz a kapcsolatnak? Ilyesmi? Én speciál azt gondolom, hogy nem jó, hogyha valaki féltékeny. Engem nyom, nekem lemetszi a szárnyaimat, berak valami kalodába, valami ketrezbe szorított oroszlán, vagy zárt oroszlán érzést ad nekem is, de szerintem mindenki másnak. Tehát szerintem akkor jó egy kapcsolat, hogyha tényleg megvan a kölcsönös bizalom. Tehát, hogy bízom magamban, bízom benne, bízunk egymásban, bízunk, hiszünk a kapcsolatunkban. Nyilván ott vannak az érzelmek, és akkor igazándiból nincs féltékenység, mert nincs mire, hiszen mi egy egység vagyunk, egy szövetség vagyunk, egyesültünk, egy egységet alkotunk, és az egységünket erősítjük, és nem azt, hogy kifelé fordulgassunk jobbra-balra. Gábor, csak egy fél mondat, hogy lehet ilyet játszadozni, de az éretlen emberek játéka. Így van. Tehát, abszolút. Hogyha valóban két érett ember van egymás mellett, azért nem fog csinálni. Ezt szeretted volna mondani? Ámen. Sorry. Igazából, igen, csak bennem is ez volt, hogy szerintem annak sem éri meg, aki belemegy ebbe a féltékenykedésbe, mert neki is egy csomó energiát veszi el, hogy akkor most azon rágódjon, hogy most tulajdonképpen akkor itt most mi van? És akkor most miért jó ez nekem? Ugye ezt sokszor hallottam, vagy hát sokszor, tehát jó párszor hallottam ezt, hogy legalább egy kicsit lenne rám féltékeny, mert akkor úgy érezném, hogy fontos vagyok neki, meg törődne velem, de ott már a kapcsolattal van probléma. Tehát amikor valakinek arra van szüksége, hogy a másiktól azt kapja meg, hogy ő féltékeny rá, az igazából arra vágyik, hogy azt a jelzést kapja meg, hogy fontos vagyok neki. Csak az a kérdés, hogy ugye, és megint ugye az életkapcsolat, hogy egy életkapcsolatban ezt tudom jelezni a másiknak, hogy figyelj, most valami nem működik köztünk, vagy valamit csináljunk már magunkkal, mert hogy ez így nem jó. De, és akkor a másik meghallgatja, és elkezdünk együtt dolgozni. Két felnőtt ember, azt hiszem, csak én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vagyunk, hogy ilyen szerény legyek, akik mondjuk képesek vagyunk felnőttként őszintén magunkra nézni, a kapcsolatainkra nézni, nevén nevezni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami jól működik egy kapcsolatban, és mi az, ami nem működik jól. És ez most bármilyen kapcsolatra igaz, mert az elején itt behoztad, hogy akár szakmai szinten is, hogy a másik, most itt saját magamról beszél, hogy másik paptársam sikeresebb, és sok többen járnak hozzá templomba, és akkor én most mire vagyok tulajdonképpen féltékeny? Most miért zavar engem tulajdonképpen, hogy neki jó? És ez ugyanúgy igaz egy azt gondolom, egy házastársi, egy baráti, és bármilyen egyéb kapcsolatra is, ahol elő tud jönni a féltékenység, vagy ugye a magyarban ugye egy szóval két dolgot is kifejezünk az irigységnél, mert ugye egyik az, hogy irigylem a másikat, hogy neki jobb, a másik meg, hogy ugye irigy vagyok a másikkal szemben, hogy megtartom magamnak. Ugye egyik az, hogy azt nézem, hogy a másik miben több, és akkor én a saját kevésségemre nézek rá, hogy mennyivel kevesebb vagyok, és mi
milyen rossz nekem. Ezt is szoktuk féltékenység irigylés szóval használni. A másik meg, hogy nekem van valamivel több, mint a másiknak, és nem adom oda a másiknak, nem adom meg a másiknak azt, ami neki jár. Ugye ez is az irigység szóval szoktuk kifejezni, mert megint magamat féltem ebben az egészben. De ha én egészséges vagyok, ha felnőtt vagyok, akkor azt gondolom, hogy azzal, amin van, azzal tudok úgy rendelkezni, képes vagyok adni, és képes vagyok örülni annak, hogy a másiknak valami jó, vagy valamiben jobb, mint én, mert hogy én rendben vagyok. És ez szerintem akár párkapcsolat, akár szakmai kapcsolat, akár bármilyen emberi kapcsolatunkra igaz tud lenni. Az a kérdés, hogy tudunk elég felnőttek lenni ebben a dologban. És még annyit ehhez, amit mondtál, hogy ha a másik sikeresebb, akár egy kolléga valamit jobban csinál, mint én, akkor tanulok tőle, és inspiráló lakhat rám, motiválhat az, hogy a másik jobb, mint én, és nem agyonnyom az ő jósága. És ugyanez egy házasságban, amikor versengenek a felek, ki keres többet, ki van magasabb pozícióban, ki jobb a szakmájában, vagy a hivatásában, ki a kiemelkedőbb, akkor tanulhatok tőle, és átvehetem az ő jó dizájnjait, az ő jó bevált terveit, és akár le is másolhatom, és magamévá tettem azt a részt, ami önazonos velem, és ebből építkezhetek, ebből erőt és erőforrást meríthetek, és ha örülök annak, hogy a másiknak jó, azáltal én is csak gazdagszom, és adhatok kifelé az én örömömből, és plusz, ha a másiknak jó, még egy gondolat, ha ő meg tudta csinálni, én is képes vagyok rá, hiszen ő is ember, és ha ő meg tudta csinálni, akkor nekem is sikerülhet, én is csak egy ember vagyok. Tehát, hogy ezeket érdemes átgondolni, hogy kire, mire vagyunk féltékenyek, mire irigykedünk. Plusz nyilván mindenkinek vannak nagyszerűségei, vannak gyengéi, vannak olyan egyedi kompetenciái, ami csak az övé, de te, ő, a másik meg másban nagyon jó. Tehát, hogy azt kell kidomborítani, mert mi vagyunk erősek, és azt megtalálni. És ugye megint csak önismeret, szembenézés, igazságosság, becsületesség, önmagunkkal munka. Szemben. Kőkemény belső munka, mély munka. Nekem most egy saját személyes történetem jut eszembe. Ez egy nagyon érdekes sztori, már úgy 30 évvel ezelőtt történt. Ugye én már 13 éves koromban is ilyen magas voltam, az utánam következő fiú a tornasorban egy feje volt nálam alacsonyabb. Na most abban a korban megküzdeni azzal, hogy én mennyire lógok ki a sorból, többé-kevésbé most arra sikerült. Én nagyon szépen köszönöm, jó vagyok a magasságommal, egy centit nem szeretnék adni senkinek, időnként ezt megkérdezik tőlem a 160 alattiak. Szoktam mondani, hogy keresztbe talán, hosszából biztos nem. Szóval irigy vagyok, ha úgy tetszik. Viszont ami nagyon érdekes, hogy egyszer bemutattak engem egy házaspárnak, ő egy prominens személyisége, két magasan kvalifikált ember, valahogy összehozott bennünket a jó sorsunk, és ugye először természetesen a hölgynek mutatnak be, és utána a férnek. Én akkor találkozok életemben először velük. Soha nem láttam egyiket se előtte, talán valamilyen kontextusban hallottam a nevüket. Bemutatkozom én is a hölgynek, kezet fogok vele, és ahogy kezet fogtam vele, abba a pillanatban kigyulladt a zöld szemű szörny. Hát ezt látod, ezt érted, ezt megéled. Abszolút, igen. Azonnal átveszed. És akkor én néztem rá ilyen nagy kerek tányér szemekkel, hogy neked mi bajod életem? És nagyon rövid idő alatt összeraktam, hogy hasonlóan magas, mint én, de nem tudja elviselni a magasságát. Arról ábrándozik, hogy akkor ő kioperáltat a combjából, hogy alacsonyabb legyen, meg mindenféle történetek. Tehát értitek, hogy egyszerűen ez kiváltja a féltékenységet egy emberből, hogy én ugyanolyan magas vagyok, mint ő, soha nem lett olyan diplomám, meg nem tudom, hanem lett másmilyen, most ez mellékes, de hogy ő már akkor az életében sokkal magasabb pozíciót töltött be, és mégis attól, hogy én jól érzem magam a bőrömbe, ez neki bőven elég volt ehhez a szikrához. Kíváncsi lennék arra is, hogy a féltékenység lehet-e függőség, mert én azt látom, hogy ahol megjelenik, ott nagyon nehezen szabadulnak meg tőle, de erre a kérdésre már a következő műsorban kapunk választ, azaz egy hét múlva. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak, és köszönjük a helyszínek, a fekvő katona sörözőnek és kávézónak is, mint ahogy Zsuzsának, Csillának és Gábor atyának is. További kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!